Úgy tűnik, a rendőrség is lát fantáziát az egyes üzletláncok, hálózatok által már sok éve sikeresen alkalmazott hűségkártya és pontrendszernek. Hamarosan elérhető lesz az a kifejezetten az ORFK, azaz az Országos Baleset Megelőzési Bizottság számára fejlesztett applikáció, melynek segítségével jutalompontokat gyűjthetnek azok az autósok, akik egy-egy útszakaszon betartják az érvényes sebesség határokat. Immár 20 éves a közúti közlekedési előéleti pontrendszer, ami lényegében egy büntetőpontrendszer, így is emlegetik az autósok. Különböző szabálysértésekért a jogszabályban meghatározott számú pont jár, és aki eléri a 18-at, annak ideiglenesen bevonják a jogosítványát. Épp itt volt az ideje, hogy a rendőrség ne csak büntessen, juttalmazzon is a közlekedés biztonság érdekében. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerrel ellentétben a várhatóan augusztus első napjaiban induló OBB Point felhasználói akkor kapnak pontokat, ha szabályosan közlekednek. Ismereteink szerint ez a világon az első sebesség alapon működő hűségpontrendszer. A rendőrség hamarosan megjelenő applikációja folyamatosan figyeli azoknak a járműveknek a sebességét, amelyekben bekapcsolták az OBB pointot, és a vizsgált szakaszon a sofőr nem lépte túl a sebességhatárt, megkapja a jutalompontjait. A szoftver modern és kellőképpen intelligens. Minden szakaszon pontosan tudja, hogy mekkora a megengedett maximális sebesség, ahogy azt is, hogy hol vannak időszakos korlátozások. Nem tekinti szabálysértésnek az applikáció, ha valaki rövid ideig, például előzéshez az ajánlottnál nagyobb mértékben lépi túl a megengedett maximális sebességet. Feltéve persze, hogy az előzés befejezése után a sofőr visszalassít a megengedett sebesség határra. Az OBB Point hamarosan letölthető lesz Android és iOS változatban is. Egy gyors regisztráció után csupán egy felhasználó név és e-mail cím kell hozzá, már is futtatható. A program ettől kezdve automatikusan figyel, és a benne rögzített útszakaszok sikeres teljesítéséért pontokat ír jóvá annak, aki regisztrál. Az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottság titkárától kapott tájékoztatás szerint azonban nem csak a felnőttek gyűjthetnek pontokat az OBB Point alkalmazással, hanem az autóban utazó gyerekek vagy a sofőr mellett utazó másik felnőtt is. A rendszert úgy tervezték meg, hogy egy autón belül két telefonon futtatható az párhuzamosan. Berzai Zsolt a lezredes elmondta, hogy a még formálódó elképzeléseik szerint az OBB Pointokat a későbbiekben különböző üzletekben, shopokban és szolgáltatókban lehet majd beváltani. Ez azt jelenti, hogy a gyűjtött pontokért kedvezményt vagy ajándékot kap a regisztrált közlekedő. Sok minden még attól is függ, hogy a programot támogató szponzorok milyen kedvezményeket, jutalmakat, ajándékokat ajánlanak fel. A gyerekek pedig az applikáció számukra kialakított programját használva különböző rendőrfigurákat, közlekedési rendőröket, kommandósokat, nyomozókat építhetnek fel, öltöztethetik őket, speciális eszközökkel szerelhetik fel őket, aszerint, hogy hány pontot sikerül gyűjteniük, azaz, hogy azok a felnőttek, akiknek a kocsijában utaztak, mennyire vezettek szabályosan. Az ORFK OBB reménye szerint az efféle számítógépes játékok iránt amúgy is nyitott. Azok a szívesen játszó gyerekek alkalmasint majd felhívják a felnőttek figyelmét a szabályok betartásának fontosságára, mert az már nem csak biztonságot jelenthet az autóban ülők és persze más közlekedők számára, hanem hasznos is, még ha az csak egy számítógépes játékban elérhető siker, vagy egy kávé erejéig is elég egy benzinkútnál. Azonban a felnőttek is versenyezhetnek, és Berzai Zsolt ígérete szerint időben a tét is egyre nőhet. Az ORFK OBB tervei szerint a szabályos közlekedéssel elért pontjaik alapján a regisztrált játékosok rendfokozatokat kapnak, és az azonos rendfokozatúak között a későbbiekben majd külön ajándékokat sorsolnak ki. Ebben a játékban már akár értékes telefont, vagy akár egy autót is lehet majd nyerni a későbbiekben. Persze okkal és joggal vetődik fel a kérdés, hogy a rendőrség vajon valóban csak az figyeli majd az applikáción keresztül, hogy betartják-e a sebességhatárt az applikációt használó autósok. Nem kellett tartaniuk attól, hogy ha valaki gyorsabban autózik a megengedetnél, akkor kedvezményre jogosító pontok helyett bírságcsekket kapnak. Berzai azt mondta, nem. És ha lenne is ilyen szándék, mint ahogy nincs, ez sem az applikáció, sem meg a rendszer nem lenne alkalmas erre. Először is a felhasználói név bármi lehet, nincsenek megkötések, ahogy az e-mail cím is lehet olyan, amit csak a játék kedvéért készítettek, és másra nem is használnak.
Ha valaki így érzi biztonságban magát, az applikáció nincs autóhoz kötve, és bármikor kikapcsolható. Attól kezdve senki nem látja, hogy hol van a telefon, igaz, szabályos közlekedés esetén jutalompontokat sem kap a játékos. Berzai Zsolt mindezekhez hozzátette, annak nincs semmiféle jogi akadálya, hogy az applikáció alapján jutalmazzák azokat, akik a szoftvert amúgy nagy mérési pontosság alapján szabályosan közlekedtek, azonban sem a már említett lényegében anonimitást biztosító regisztráció miatt, sem pedig jogi szempontból nem alkalmas az applikáció arra, hogy bírság kiszabására használják. Például a Dömperes Frici felhasználói név és a dfrici@dfrici.hu e-mail cím alapján amúgy is kilátástalan lenne azonosítani valakit. Nem beszélve arról, hogy az applikáció nem egy hitelesített sebességmérő eszköz, az általa szolgáltatott adatok alapján nem lehet bírságot kiszabni. Berzai ugyanakkor nem zárta ki, hogy azokat az útszakaszokat, ahol az app szerint még azok is gyakran túllépik a megengedett sebességet, akik amúgy szabályosan közlekednek, a rendőrség felveszi a sebességmérésre javasolt útszakaszok közé, ahogy annak is utána fognak járni, ha valahol a nagy forgalom ellenére senki, vagy csak gyanúsan kevesen használják majd az applikációt, avagy épp azon a szakaszon kapcsolják ki tömegesen azt. Az ORFK OBB titkára azt mondja, a játékkal nyerhető kisebb-nagyobb kedvezményekkel és ajándékokkal azokat szeretnék jutalmazni, akik komolyan veszik és tesznek is a szervezet szlogenjének tartalommal való megtöltésért, azaz, hogy mindenki hazaérjen, áll a Karcag TV-hez eljuttatott közleményben.